Na, üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok, itt vagyunk ismét egy újabb PES 2018 játékos karrier epizóddal. Szám szerint ugye ez már a harmadik rész, és miközben megteszem itt a beköszönést, láthatjátok a Strasbourg elleni bajnoki mérkőzés összefoglalóját. Nem lövöm le a point, hogy mi lett a vége, majd úgyis kiderül, csak nem akartam lejátszani ezt úgymond videón belül, mert egy fontosabb mérkőzések jönnek. Például ugye a Paris Saint-Germain ellen fogunk most játszani. Először is egy bajnoki mérkőzést, majd a Maritimo ellen az Európa Ligában, aztán pedig jön a Nantes, utána pedig válogatott szünet, és ismét folytatódnak a küzdelmek. Például ugye a Francia Kupában fogunk játszani, majd aztán megint az Európa Ligában, a PSV ellen, aztán jön a Monaco, szóval nem lesz itt azért annyira könnyű dolgunk, de megoldjuk valahogy. A lényeg, hogy a Paris Saint-Germain elleni mérkőzés következik, amely hamarosan el is indul. Addig elmondanám, hogy a Strasbourg elleni meccs előtt, ugye, csak ilyen kis emlékeztetésképpen, ugye a Leicester City-t már 3-1-re megvertük hazai pályán az Európa Liga csoportkörében, úgyhogy ott már 3 ponttal állunk, és Maritimót ugye egyszerűen meg kéne, hogy verjük. Annak ellenére, hogy idegenben fogunk játszani most először. A Paris Saint-Germain ellen pedig hazai pályán játszunk. Ők jelenleg a másodikok a tabellán. És hát Neymar tőlük az a gólszerző, aki velünk felveszi a versenyt a gólövő listán. Neki egyel kevesebb gólja van, mint Elsharavinak. Elsharavi vezeti a listát, és Berics is ott van egyébként, illetve Mbappé is 3-3 találattal. Úgyhogy Elsharavinak 5, Neymarnak 4 találata van, úgyhogy itt van ám verseny, van ám verseny. Tannánénak is van 2 gólja. Úgyhogy nem rúgtunk mi azért kevés gólt. Ne is húzzuk tovább az időt. Kezdődjön a Paris Saint-Germain elleni bajnoki mérkőzés. Még egyszer hazai pályán játszunk a Saint-Étienne-nel. Egyébként pedig a zöld mezőnyben, míg a Paris Saint-Germain a feketében. Éjszaka fogunk játszani, és bal szélen kaptunk megint helyet, Tannana a jobb szélen. Ez a legoptimálisabb felállás. Úgyhogy nincs más hátra, kezdjük a mérkőzést! Soaking up the pre-match atmosphere here as we wait for things to get started. Won't be long now before we get through the formalities. A warm welcome one and all. Our live game is Saint-Étienne against Paris Saint-Germain. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beckley. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Kezdődjön tehát a találkozó. How do you, Jim, see making a difference here? I've got to go for the highly talented Neymar. Ajaj, az ott nem kellett volna üresen hagyni ennyire Neymart. Erő innen megoldja, Diarra. Jó, ez így megvagyunk. Az szabad? Nem, nincs szabad. Ez szabályos szerelés volt a bíró szerint. Hát én meg csókolom a családfáját. Ez Bericsnek mehet is oda előre, Tannainak ki a szélre, vagy a bal szélre, az is jó. Mi pedig berakjuk oda. Huszonegyedik perc, Elsharavi meglövi az első gólját a mérkőzésen.
Saint-Étienne, Paris Saint-Germain 1-0. Jó volt itt, lehetett volna még menni a szélen, itt meg elkértem a labdát, épp hogy meg tudtuk előzni Marquinhos-t, és erőből a jobb lábunkkal beraktuk oda a kapufa mellé. Hát nem nagyon lehetett volna ezt már kijelebb helyezni, így se ért el a kapus. Vezetünk, kérem szépen. 1-0. Elveszítjük a labdát. Neymar jön, Neymar kap labdát ott. Ajaj. Neymar. Neymar még mindig valahogy ott marad nála, Mbappé gól. Hogy mit csinált a védelem, azt nem tudom. Itt, tehát hogy itt mit csinált a csoki fiú? Na mindegy, 25 perc után 1-1. Döntetlenre áll a mérkőzés. Azért várható volt, hogy a Paris Saint-Germain nem adja könnyen magát. De nem baj, még van sok idő. Meg is lódulunk a szélen. Lódítjuk a gyereket. Kérjük hátra a paszt. Rabiot mellett el a csel. Azt a kurva mekkora gól. El Sharawi bődületesen nagy gólt repeszt oda a kapufáról, a fölsőről megy be. Sarok körül, nem láttam pontosan, hogy hol volt. Gondoltam, ellövöm. Hát megérte. Itt visszateszi a labdát, itt elcselezzük Rabiot mellett. Hát az ott a sarok. Hát azt mondom, ember legyen a talpán, aki kivédi. Esélye nem volt a kapusnak. Boom! Erő is volt benne, pontos is volt. Egy fantasztikus elsárvai találattal ismét vezet a Saint-Étienne. Hát hihetetlen mérkőzés. Rabiot. Nem tudjuk zavarni. Rabiotnál megint Diarra. Az ott Neymarnak jó mellé fejel. Ne lendüljenek meg. Berić kap szép labdát. Berić gól. Három egy, 37. perc. Berić a gólszerző még egyszer. Kicsit potátóskodtak a PSG középpályásai, ez itt egy szép labda, Thiago Silva kicsit már ugye meglassult, vagy na, értitek, eljárt felett az idő, aztán lassabb lett, úgyhogy Berić simán lefutotta. Jó, megvan a labda. Mert is szélen, nagyon szép az észrevétel. Berić mellé, pedig ez is helyzet volt. Itt szépen eljött a srác. Betette így laposan, én pedig beemeltem oda középre, mert látom, hogy ketten is érkeznek. Berićnek sikerült is elfejelnie. És sajnos mellé ment a labda. Viszont ez így már le fogja fújni a bíró, így is van. 3-1 az első fél időben az eredmény. El Sharawi dupla és Berić. Közben pedig még Mbappé is ugott egyet a másik kapuba. Úgyhogy hát 4 lövésünk volt, abban 3 talált kaput. Az egy az Berić fejese volt. Igazából a lényeg, hogy nincs sok lövés, nincs sok helyzet, viszont ami lövés, az szinte biztosan eltalálja a kaput, és szinte biztosan gól. Ott megy is Berić, nagyon jó labdát kap. Mellé rúgja.
Mbappé kap labdát. Mbappé lő, hát ez könnyen védi a kapus. Mbappé, megy a szélen Di Maria. De nagyon sok zöldmezes volt ott középen, ennek ellenére Mbappé majdnem megkapja a labdát, de le sem volt ezek szerint. Így van. Jöhetünk is egy szabadrugással kifele. Így Bericsnek jó. Areola véd. Nem helyezte igazán jól Berics ezt a labdát. Középre ment. Na de jöhetünk ezt szöglettel. Megvan a fejes, de ez így nem volt jó. Marquinhos-szal fejeltünk egymásra. Még egy szöglet. Még egy fejes. Ez így nem volt nagy húzt Areolának. Meg is fogta a labdát. Jön előre a Paris Saint-Germain. Neymar a szélen. Beközépre Di Maria nagyon üresen maradt. És nem is volt les. 3-2, 68. perc. Akkor nagyon bealudtak a védők, basszus, hát mi történt itt? Igen. Egyszerűen nem követték le. Hát itt még lesznek izgalmak, van még hátra 22 perc. Plusz még néhány a hosszabbítás, de hát ez szerint egy jó labda. Berics! Mellé fejeli ezt is. Lehet, hogy még meg tudtam volna még oldani. Egy pár csellel visszafele, vagy itt ellőni még, de nagyon ki voltam már szorulva, az a baj. Viszont ezzel még jöhet a Paris Saint-Germain egy utolsó támadásra. Di Maria kap labdát, legyen meg. Nagyon szép, lejár az idő. Csak rúgjuk előre. Így is jó, lefújja a mérkőzést. Izgalmas mérkőzés volt azért. Ha nem is volt olyan nagyon rengeteg sok helyzet, de kemény munka volt itt a mezőnyjátékosok részéről. A 3-2, azért egy 10 lövést csak megeresztettünk. És akkor így maradunk egyedüliként tökéletesek, sőt már azt hiszem a Strasbourg ellen is csak mi voltunk veretlenek. És a Paris Saint-Germain pedig visszacsúszott így a 6. helyre. A Monaco fél 5. Jól van. 3 pont az előnyünk a másodikkal szemben, úgyhogy egyelőre nagyon, nagyon jók vagyunk. 3 gólt kaptunk eddig összesen a szezonban, abból 2-t a Paris Saint-Germain ellen, egyet meg a Strasbourg ellen, úgyhogy egyelőre jók vagyunk. Az 5 meccs alatt 3 gól az teljesen tökéletes. Hello and a warm welcome to everyone across the globe. We should be on the way very shortly. The players will be with us any time now. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Hát akkor elkészül a csoportkép is, meg minden, bejöttek a játékosok,
és el is kezdődött a mérkőzés, ismét a bal szélen fogunk játszani. Így felé. Még bele tudunk érni, hogy hátra pattanjon. Ezt is mellé. Vagyis hát ezt mellé, az előzőt fölé rúgtuk. Itt még visszapattan. Majd itt kaptunk egy magasabb, de hát nem tudom miért. Amit át is vettünk mellel, és mellé. De így most jó lesz. Beközépre Berić, gól! Szépen kötőbe begurítottuk Bericsnek, ő pedig odarakta a kapufára, hogy onnan befele pattanjon. Végképp ne érje el a kapus. Elegánsan megoldottuk mind a ketten. 1-0, csak bement már végre egy lövés. Itt kaptunk egy jó labdát. Be is cselezhettem volna, de inkább így behelyeztem Bericsnek. Nem félreérteni, ő pedig berúgta a labdát a kapuba. 1-0-ra vezetünk tehát, teljesen megérdemelten, és ez volt a minimum, úgymond. De még egy néhány gólt minimum be kéne rámolni, azért egy 2-3-at biztosan. Már itt Timónak, csak hogy tudják, hogy hol a helyük. Meg mi is, meg erősítjük az első helyünket a tabellán. Ne add még, mostad. Nálunk marad még a labda. Véd a kapus. Nem akar összejönni ezzel Sarabinak sehogy sem. De valahogy át kell törni ezt a gátot. Most megpróbálunk egyet fejelni. Ez pedig mellé megy. Így is van. Csak berúgja El Shaarawy ugye a negyedik, ötödik helyzetét a mérkőzésen. Nem volt egy nagy gól, de betalált. Itt meg volt a szokás, és Cseh vissza hosszúra behelyezte. 2-0-ra vezetünk tehát, majdnem, hát tessék, azt akartam mondani, hogy majdnem vége az első félidőnek, hát szó szerint, le is fújta a bíró. Két gólos előnnyel mehetünk pihengetni, úgyhogy hát volt 7 lövésünk, abban csak 2 ment be, ez nem jó, viszont 2-0-ra vezetünk, ez pedig jó. Nem nagyon vannak most helyzetek igazából. Akciózás van a középpályán, meg a támadó harmadukban, de nem nagyon tudunk eljutni helyzetig. De most jöhetnek egy kontrára, ha csak nem tudnánk felszabadítani esetleg. De nem tudunk, úgyhogy jönnek előre továbbra is. De még mindig nem tudnak felszabadítani, hogy hihetetlen, hát mit csinálnak ezek? Mi történik? Meg lehet még a labda. De lefújja, hát persze akkor fújja le, amikor már elindulok vele nagyba. Na mindegy, 2-0-ra nyertünk, ez is sovány volt ez a másik félidő, de na mindegy, ez van. És nem tudok ezzel mit kezdeni. Jobban játszottunk, több helyzetünk volt. És ennél tovább nem is kell nézni a történetet. Nézzük is a tabellát, 6 ponttal vagyunk, a PSV 4, Maritimo 1, Leicester City 0. És akkor jöhet a Nant elleni rangadó, legalábbis a mi egyik riválisunk, a Nant csapata, úgyhogy mindenféleképpen nyernünk kell ezen a mérkőzésen. Idegenben fogunk játszani, szintén a bal szélen, mint már oly sokszor ott játszottunk, Tannane visszakerült a jobb oldalra. Bericz viszont eléggé fáradt ott középen, úgyhogy ma a szokásosnál is balfaszabb lesz szerintem, de ne legyen igazam. 6. forduló a Ligönben.
The teams then, Nantes against Saint-Étienne. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter. És húzzuk az időt. Kezdődjön tehát a mérkőzés, Nantes, Saint-Étienne. Jön is a Nantes egy helyzettel. Védekapus, föl tudunk szabadítani. Tovább. Jön be középre, mellé fejelünk. Nagyon jött a kapus, gyorsan kellett cselekedni. Jó volt pedig a beadás. Ilyen csukafejes kellett volna. Kiteszem vissza a szélre. Jedd be középre. Nem jó a fejes, Berić előtt ott marad mellé. Labda birtoklásra megy a Nant, úgy látom, és ott is marad előttük. Ez így viszont a gyenge fejes, a kapusé. Na most viszont össze-vissza, balra-jobbra. Jönnek a helyzetek. Ezt nem gondoltam volna, hogy Berić még onnan visszarakja. Még előtte kértem volna a paszt, mindegy. De megint jön előre a Nant, ezt mondom. Balra-jobbra. Gyorsan átterelődik a középpályán a labda. És ismét itt vannak. Lövés előtt nagyon szépen leteszik ki a szélre, beközépre, fölé. Iloki. Hát vannak itt helyzetek, basszus. Most már 60%-ban van a Nantnál a labda. 0-0 az első félidő. Izgalmas meccs. Folyamatosan terelődik ide-oda a játék. Egyik kapu, másik kapu van veszélyben, de gól még nem esett meg. Igazán nagyon-nagyon veszélyes lövés, vagy fejes sem volt még azért. Egy-egy kaput eltaláló. Labda. Egyel több kapura rugásunk volt, de hát ez nem jelent semmit. Ugyanúgy, mint az sem, hogy na most jöhetne középre. Így már nem jó. Hát ugyanúgy az sem jelent semmit, hogy most náluk van egy picivel többet a labda. Ott adjuk Bericsnek a labdát, Berić nem tudja kapura rugni, utoléri a védő. Hihetetlen. Megvan a labda. Meg is tudjuk tartani. Nem tudjuk megtartani, mert jön 180-nál hátra egy csogi fiú. 100 kilós csogi fiú, inkább így mondom, egy tolostok. Megint jön a hambuba sült pogácsa. Tannane helyett. Ezzel nem biztos, hogy előrébb leszünk. Szálá. Egy nullára vezet a Nant. Csak betalált az egyik csapat, viszont sajnos nem mi. Épp ott a fejes meg kell hagyni, de kapjuk össze magunkat. Van még kevesebb, mint fél, kicsit kevesebb, mint fél óra. Megint van egy helyzet a Nannak. Véd a kapus. Ez is megpattan. Nem akar összejönni semmi. Most egy szöglet. Fejes. Ezt védje a kapus. Ez ennyi volt. Lefújja a játékvezető a rendes játékidőt. 1-0-ra nyert a Nant. Nem játszottunk jól ezen a mérkőzésen, nem tudtunk ellenszer találni a Nant ellen. Igen, egy döntetlen megérdemelt lett volna, de nem ment be egyszerűen semmi.
Így pedig a Nantes följött a második helyre, a Monaco is följebb, Evickéért Paris Saint-Germain is. Egyelőre még mindig mi vezetjük a tabellát, 5 győzelem, 1 vereség, 15 pont, 13 lőtt, 4 kapott gól. Hát... Egyelőre mindegy, még így is nagyon jók vagyunk, tehát az, hogy most vezetjük a tabellát, az valami bődületesen nagy dolog, így a Saint-Étienne-nel, úgyhogy egyelőre nem, tehát nem szabad elégedetlennek lennünk, úgyis a top 3 a cél, ez pedig még bőven-bőven menedzselhető. Viszont már ennyi lett volna ez a rész, következő epizódban ugyanúgy kezdjük a egy ilyen összefoglalóval a portugál és Anglia elleni bajnok, vagy mi az a barátságos mérkőzésekről, és utána pedig folytatjuk tovább a végjátszást. Remélem azért élvezetes volt ez a rész, ha tetszett, nyomjatok le egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára további hasonló tartalmakért. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, legközelebb találkozunk. Addig is, legyetek jók, szevasztok!